Érzősítés, nyomasztó légkör, packázó kollégák, agresszív főnök. Rengeteg válfaja létezik a munkahelyi pszichoterrornak, amelynek már szakkifejezése is van. Ez az úgynevezett mobbing. A jelenség a tapasztalatok szerint egyre több munkavállalót érint Európában. Az Unióban már törvény született a mobbing visszaszorítására. A munkahelyi pszichoterrorért az esetek többségében pedig a főnök a felelős. De vajon kiből lesz, kiből lehet áldozat? Mit lehet tenni a folyamatos zaklatások ellen? A menekülés az egyetlen megoldás, vagy van más lehetőség is? És mekkora kárt okoz a vállalatoknak a mobbing miatti teljesítménykiesés? Mindez szóba kerül a következő bő fél órában. Somogyi Andrea pszichiáter lesz a vendég itt a stúdióban, és természetesen mutatunk majd személyes történeteket és külföldi körképet is. A szerkesztő Kránic Balázs. Munkapszichológusok mérgező munkahelynek is nevezik azokat a cégeket, ahol a dolgozók egy része folyamatos zaklatásoknak van kitéve. Megoldást azért is nagyon nehéz találni a jelenségre, mert a mobbing célpontja az állásával játszik. De vajon meddig lehet elviselni a heti, napi gyakorisággal előforduló pszichoterrort egy munkahelyen? Erről is beszélünk, mindjárt hallani fogják Csapos Noémit is, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnökét, de előtte hallgassák meg Kránic Balázs és Veres Ágnes összeállítását. Egy héten legalább egyszer megtörténik, és legalább fél éven át tart. Itt kezdődik szakértők szerint a mobbing, azaz a munkahelyi pszichoterror. Elég hozzá egy rosszindulatú pletyka, kiközösítés, ugráltatás, nyomasztó légkör vagy egy agresszív munkahelyi vezető. Bárkiből lehet célpont egy-egy céges vagy vállalati közösségben. Okleveles gépészmérnök tanár vagyok, és a felettesemnek meg nincs ilyen végzettsége. Ez miatt kerülök vele összetűzésbe. Például, tehát az ügyelet a folyosókon szünetben nagyon fontos, egyetértek. De egy kávét nem lehet meginni, mert ha én bent vagyok a tanárébe, azonnal rám szól, menjek ki, segítsek a munkatársnak, miközben más nyugodtan bent ülhet és beszélgethet. Tehát akkor is, amikor nem ön az ügyeletes. Akkor is. Ezzel is egyetértek. De senkire nem szól rá, csak rám. Aztán óralátogatás az úgy történik, hogy megáll az ajtó előtt, amielőtt lépek be az osztályba, és bejön. Olyankor mindig van valami kifogás, de nem alátámasztva konkrétumokkal. Piszkálás, tehát piti ügyek. Mondok egy másik példát. Ügyelet a folyosón, el vagyunk, vigyázzunk, ott vagyunk. Keres egy kulcsot. Fogalmam nincs, milyen kulcsról van szó. Megjelenik a kulcs a hátam mögött, a párkányon, és azt mondja, hogy én tettem oda. Állok és nézek, hogy én ilyet nem csináltam. Szóval mindig nekem tesz szóvá dolgokat, mindig én nem vagyok a jó. Vizsgálatokból az derült ki, hogy a mobbing a munkahelyek 5-7%-án fordul elő, de egyes országokban ennél jóval gyakoribb is lehet a jelenség. Egy korábbi tanulmány rámutatott, minden tizedik európai munkavállaló volt már lelki vagy fizikai zaklatás áldozata. Kutatók úgy vélik, a nők sokkal nagyobb eséllyel válnak munkahelyi pszichoterror áldozatává, mint a férfiak. Van, ahol már számszerűsítették is a mobbing által okozott károkat. Németországban például több mint 12 milliárd euróra becsülik a munkahelyi pszichoterror miatti teljesítménykiesést. Ez az óvónő évekig szenvedett a főnöke rigójái miatt. Borzalmas volt, ezzel a gondolattal feküdt meg kellett az ember, meg már a buszról leszállva, körperándult gyomorral sétáltam el a munkahelyem. Mivel piszkálták? Folyamatosak voltak az ajtón kívüli hallgatózások, és akkor után ezért beszólásokat kaptunk. Olyan is volt például, hogy a gyerekeket hívta be, és tőlük próbált információkat szerezni. Mindenki tartott tőlem ki, hogy reagált ezt le, tehát volt, aki behódolt neki, és a kedvére telt, és akkor őtőlük is mentek az infók hozzá, hogy ki mit hogy csinál, és akkor ő mindenről tudott, és mindenről hallott. Ők kapták a jutalmakat, mindegy volt, hogy milyen munkakörben van, és pláne, hogy hogy végzi a munkáját, tehát aki a legtöbb információt vívő dolgozó volt, tulajdonképpen a legalacsonyabb beosztásban levő ember volt, és mégis ő kapta évvégén a legmagasabb jutalmat. Sosem lehetett tudni, hogy neki milyen kedve van éppen. Mindemellett meg szakmailag begyotosodott és elavult dolgokat képviselt. Minden megvolt, hogy ott hogy szoktuk már 20 éve. Az óvónő végül nem állt fel, nem hagyta ott állását, kivárta, amíg a vezetőt leváltják. A kutatások szerint a munkahelyi pszichoterrorért az esetek 40%-ában a főnök a felelős, 20%-ában egy bizonyos kolléga, további 20%-ban pedig a munkavállalók egy csoportja. Kanadai kutatók pedig nemrégiben
arra jutottak, hogy ha valaki olyan környezetben dolgozik, ahol a munkahelyi terrort észlel, nagyobb eséllyel gondolkodik el a felmondáson, még akkor is, hogyha nem is ő a mobbing közvetlen célpontja. Ennek az asszonynak az évek során a szabad idejét vette el a meglehetősen ambiciózus és energikus felettese. Elkezdett a dolog úgy alakulni, már nem 8 órában dolgoztunk, hanem ott voltunk, reggelre mentem, egész napot voltunk, és aztán délután, ha én gondoltam volna rá, hogy vége van a munkaidőnek, akkor ne siessünk haza, üljünk be még esetleg valahol. Eltűnt a magánéletem. Férfi vagy nő volt ez a főnök? Egy nő volt. A többi munkatársammal is, tehát az egész csapattal így viselkedett, mivel nem is szeretett hazamenni, mert már nagyok voltak a gyerekei, a férjével már nem mindig találták meg a közös hangnemet, gyakorlatilag éjjel-nappal. Tehát például ilyen, hogy nem volt ebédszünetünk. Oda hozták a munkahelyünkre a vennivalókat, ezt ott a klaviatúrán ettem meg. Az nem közösségi, hogyha az ember ott hagyja egy fél órára a munkahelyét. Miért nem este 8-ig csinálom én ezt? Jó lenne ott együtt lennünk. Egy idő után sehogyan se volt jó, amit csináltam, azért, mert én nyilvánvaló próbáltam egy kicsit lázadozni ez ellen, hogy legyen más életem is. És amikor konfliktuskezelés címen beszélgettünk erről, akkor azt a visszajelzést kaptam, hogy de a másik kolléganőm, amikor már kifulladásig is fáradt és minden, de ha valakinek még itt a csapatból nyilván nagyrészt a főnöknek lenne kedve még egyet kávézni, akkor ő meghozza ezt az áldozatot a közösségért. Én meg nem. Én annyira elfáradtam ebben az egész hülye légkörben, hogy nekem van egy krónikus betegségem, ezt úgy hívják, hogy gyulladásos vastagbélfekély, ami leginkább a lelki állapottal van összefüggésben. Tehát lényeg az, hogy gyakorlatilag július végére én már teljesen készen voltam attól, hogy nem készülök el, nem látom át a dolgot, mert nem kapom meg az anyagokat, és lerobbantam, úgy fogták fel, mondom elsősorban a főnököm, hogy ugye én kitalálok magamnak betegséget. Első alkalommal, amikor ez megtörtént, akkor látogatott meg, nagy gondoskodás, és később, amikor, mit tudom én, 2 év múlva, akkor pedig már úgy fogta fel, hogy hát igen, én ugye csak meg akarok lépni itt a feladat elől. A több éves kínlódás azzal ért véget, hogy az asszonyt egy létszámleépítés keretében elbocsátották. Az Európai Unióban egyébként már törvény is született a mobbing visszaszorítására. Kránic Balázs és Veres Ágnes összeállítását hallották az előző percekben. A mobbingról, tehát a munkahelyi pszichoterrorról beszélgetünk itt a Kossuth Rádióban, az SMS számunk 0639666. Hogyha van vagy lesz véleményük, akkor nyugodtan írják meg, és válaszolunk rá. Itt a stúdióban nem sokára a vendég Somogyi Andrea, a pszichiáter, de először kezdjük Csapos Noémivel, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnökével, aki itt van velünk telefonon. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Önt hányan keresték meg azzal, hogy mobbing áldozataivá váltak? Viszonylag azért alacsony számú, ez egy páron az elmúlt, azt gondolom, hogy egy-két évben erre, hogy ez egy kicsit az a gazdasági helyzet is rányomta a bélyegét, hiszen a munkáltatók érzik, hogy a munka fontos a dolgozóknak, és ezzel is lehet úgymond sakban tartani őket, hogyha nem úgy dolgoznak, nem az elvárások szerint, hát akkor lebegtetik azt, hogy esetleg megszűnik majd a munkahelye vagy munkája. Hát, vagy hogyha már a válságot mondja, akkor az a munkavállalót is érinti, mert lehet, hogy ugyan mondjuk előfordul mobbing, de ezt ágába sincs szólni, mert ezt ágába sincs ezt kockáztatni, hogy elveszíti a munkahelyét esetleg. Általában szólnak, de nem azzal, hogy mondjuk a munkáltató felé tegyünk intézkedéseket, inkább egyfajta tanácskérés, és hogy el is hangzott a riportban, általában azok szólnak, akik szeretnének ezen változtatni, akik kimernek állni a véleményük mellett, akik nem tapasztaltak még esetleg ilyet, és hát tudnám sorolni ugye ezeket a különböző tényleg atrocitásokat. Itt van olyan munkavállaló, aki hát tényleg az a baj, ha nyitva hagyta az ajtót, az a baj, ha becsukta, az a baj, ha az ablakot nyitva hagyta, hallai kondit bekapcsolta, ebédszünetét megszakították vele, és azt mondták, hogy most már be kell fejezni az étkezést, és dolgoznia kell tovább, 20 perces ebédszünetből 10 perc után szóltak neki, tehát ezek olyan rossz érzések után, hát nem tudta befejezni a kulturáltan ugye az étkezést, és utána tovább kellett dolgoznia, nem adtak szüneteket, nem akkor engedték kipisilni, és hát még sorolhatnék. Ilyen apró, de ugyanakkor a kényelmet, vagy a komfortot, vagy az emberi mi voltban azért azt gondolom, vagy a munkavállalói mi voltban esetleg sértő kérdéseket, megjegyzéseket, esetleg ne adj Isten csúnya beszédet, hangosabb szót, hasonlítgatásokat másokhoz, amik azt gondolom, hogy ha nem is mindenki, de egy-egy embert mindenképpen zavarnak, és általában ők azért ezt szó szoktak emelni, bár viszonylag elég jól tűrik, aki ezt nem nagyon tűri, jó, ez egy idő után általában az irodé, bár munkahely ide-oda. Hogyha a HR-es tudomására jut egy-egy ilyen ügy, akkor ő mit tehet? Tesz neke valamit,
nyilvánvalóan a cégnek is van egyfajta érdeke, tehát ahol a HR-es dolgozik, azért akkor ő is hallja, vagy hát tudja kimondva, kimondatlanul, hogy a cég mit szeretne, de mit tesz a HR-es egy ilyen esetben? Hát amit hát a saját tapasztalatok praxisomban olyankor az van, hogy a munkáltatóval nagyon sokszor hármasban ültünk le, hiszen itt egészen más mond el. A munkáltatónak elmondva az van, hogy a munkavállaló panaszkodik, fertít, nem értékeli a jó dolgokat, tehát az van, hogy ez nem annyira jó, hogyha az ember megpróbál így közvetíteni, az a jó, hogyha az érintett felek egyfajta moderáció, egyfajta akarattal együtt leülnek, és megbeszélik ezt úgy, hogy lehetőleg az ne legyen ember retorzió vagy sérelem. Hát biztosítani tudja egy HR-es, egy külső tanácsadó, egy szakember, akkor, és ott mindkét félben van azért valami fajta együttműködési szándék, vagy ez már olyan méreteket ölt, amikor ezt már mondjuk egy felső vezetőnek lehet szólni, hogy egy középvezető. Nagyon sokszor ezek a középvezetők saját problémáik, akár kisebbségi komplexuseik miatt rányomják a bélyegüket, és a beosztottokon töltik ki. Ilyenkor azt gondolom, hogy feljebb is lehet menni, vagy meg lehet érteni, hogy ez a cégnek sem, az eredménynek sem jó. Nagy a fluktuáció, elmennek a munkavállalók, és előbb-utóbb hát kiderül, hogy ki okozza ezt. Akkor van gond, ha esetleg ezt már mondjuk felső vezető okozza, vagy esetleg cégtulajdonos, akire nem nagyon lehet, hogy mondjam, rászólni, vagy megváltoztatni, de azért általában ezekben valamilyen kompromisszumos megoldást sikerül tenni. Mondom, az én praxisomban egy ilyen moderáció keretében sikerült megbeszélni, hogy mi az, ami változtatni kéne, ki mit ért félre, ki hogyan kommunikál, hogyan lehet szüneteket tartani, és egyáltalán milyen szabályokat kell hozni, és ezeket a szabályokat jó előre kell a munkavállalókkal közölni, és akkor tudja ő, hogy ez a munkahelyi rend, hogy itt mondjuk csak 20 perc ebédszünet van, abban nem fér bele, hogy kimenjek egy étterembe, hozzak magamba egy szendvicset, és kapjam be gyorsan. És egyébként mi volt a tapasztalata, amikor mediált ebben a bizonyos ügyben, hogy a munkaadó vagy a munkavállaló volt az engedékenyebb? Tehát ilyenkor azért valakinek engednie kell, akárhogy is van. Itt muszáj volt a munkáltatónak engednie, azt gondolom, és egy kicsit azért meg is szeppent, és kínos volt neki, hogy még egy harmadik fél ebbe azért valahogy beleavatkozik, és a próbálta ugye a jobb arcát és a jobb képét mutatni. A cég is, és hát azt gondolom, hogy üzleti érdekek is ezt szolgálták, és hát az általában ezt egy munkavezető nem vállalja föl nyíltan, hogy ő igen ilyen. Tehát próbálja ezt valahogy ugye tompítani, köntörfalazni, és utána azért egy darabig a jobbik, hát jobb környezetet teremteni. Ez ügyben lehet erre technikai megoldások is, nem, ne legyen annyi ember egy szobában, mert zavarják egymást, frusztrálják egymást, nem bírják úgy zsúfoltan, több szobába betenni a kollégákat mondjuk irodai munkakörnél, csúsztatott munkarendekkel megoldani a különböző, nem tudom, akár mondom, fizikailag is azt, hogy sokan vannak együtt egy kisebb összezárt helyen, és ott különböző apró odafigyelésekkel ezt megoldani. Természetesen ez a munkavállalók is kellenek, mind a két félnek valamit azt gondolom természetesen engednie kell, hiszen azért mégiscsak vannak szabályok, amiket a munkáltatókhoz, és be kell tartani, még akkor is, hogyha nem ezt szokta meg a munkavállaló. Természetesen, hogyha ez nem diszkriminatív és nem hátrányos, és valamilyen szempontból azért mondjuk érthető. Gondolok itt arra, hogy milyen öltözetben kell járni, van, akit ez is zavar, van, akit ez sért, de ezt azért meg kell érteni, hogy van olyan munkáltató, aki ezt igenis szabályozni akarja, a viselkedést, a kultúrát, a kommunikációt, az étkezést, a dohányzások rendjét, ezen belül kell jól tudni mozogni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk. Csapos Noémit hallották, a Személyzeti Tanácsadók Magyarországi Szövetségének elnökét, és akkor folytatjuk itt a stúdióban Somogyi Andrea pszichiáterrel. Ugye ez az úgynevezett mobbing, ez Konrád Lorenztől ered a maga a kifejezés, mert ugye a madarakat vizsgált, és a csókáknál figyelte meg, hogy a csókák csoportosan neki mennek egy csókatársuknak, és ki tudják őt közösíteni. De igazából, amikor erről a munkahelyi pszichoterrorról beszélünk, akkor tulajdonképpen mi történik? Tehát most én próbálom elképzelni, hogy ez a felnőtt társadalom, amiről most beszélünk, mikor gyerekek vagyunk, akkor a gyengébbet pécézzük ki. Tehát neki megyünk, ez így van, mindig. Tehát vagy mi vagyunk azok, akiket üldöznek, vagy mi üldözzük a másikat valamennyi ideig. De felnőtt korban mi történik? Felnőtt korban is valami hasonló történik, akkor ugye más életkorban és más körülmények között, de ott is az a jellemző, hogy aki ennek a szenvedő alanya lesz, ő valami miatt sérülékenyebb, valami miatt könnyebben, ez a kifejezés jut az eszembe, hogy könnyebb rajta fogást találni. A közösségben van valamilyen konfliktus esetleg, vagy elrendezetlen dolgok vannak, konfliktusok, feszültség, érződik a külső környezetnek a hatása. Nagyon sok minden hozzájárulhat ahhoz, hogy egy munkahelyen, egy felnőtt közösségben ilyen feszült helyzet alakuljon ki, és akkor ez valahol tulajdonképpen a feszültség levezetésnek is egy módja, hogy
megtaláljuk azt az embert, aki a legsérülékenyebb. Akin lehet valami, van valami, ami miatt kilóg a társaságból, és ez lehet lefelé is, és lehet fölfelé is. Itt most arra gondolok, hogy lehet ez egy olyan ember, akin látjuk azt, hogy sokkal érzékenyebb, sokkal könnyebben lehet kiváltani benne olyan reakciót, ami mondjuk elsírja magát a közösség előtt, vagy sokkal lassabban teljesít, mint a többiek, sokkal lassabb a munkában, vagy van valami olyan eltérés, másképpen öltözködik, más életkorú például, mint mondjuk teszem azt egy irodában a fiatalok, és esetleg egy más életkorú nő, aki más élethelyzetben van logikusan, de lehet olyan is a célpontja, aki éppen, hogy mondjuk túl teljesít, tehát, hogy mondjuk túl gyorsan csinálja meg az adott feladatokat, és akkor a többiek azt érezhetik, hogy ez nekünk tulajdonképpen nem jó. És akkor mindenféle apró kis piszkálódás elindul. Szerintem az, aki jól teljesít, az nem fogja magát hagyni, az vissza fog szólni, vagy rájuk vágja az ajtót. Tehát akivel ezt meg lehet csinálni, és odáig el lehet juttatni, hogy adott esetben megkeresse a cég személyzetisét, vagy elmenjen egy pszichiáterhez, az eleve egy, hát hogy is mondjam, csak ő a leggyengébb láncszem ezek szerint, ha jól értem, amit mond. Igen, a leggyengébb láncszem, de a túl teljesítők között is lehet olyan, akinek a magasabb teljesítménye mögött éppen a sérülékenység van, mert hogy éppen azért próbál sokkal jobban teljesíteni, hogy ő ne legyen kikezdhető, hogy meg tudja őrizni a munkahelyét, hogy tudja hozni azt a teljesítményt, amit elvárnak tőle, de valójában mögötte az van, hogyha elkezdik piszkálni, furkálni, akkor az ő érzelmeire szintén hatnak, és hogy ő nem az a határozott egyéniség, akit el tudnánk képzelni egy ilyen túlteljesítő ember mögött. 0639666 az SMS számunk, és egy kedves hallgató azt írja, hogy a munkavállalók saját magukat hajszolják bele az ilyen helyzetekbe, amikor mindjárt az elején nem védik meg magukat. Igen, ez nagyon fontos, amit ez a hallgató írt, hiszen az elej, ami nagyon fontos, egy minden környezetben, akár munkahely legyen az, akár család, vagy akár egyéb kapcsolatok, az a nyíltság, hogy ne legyen-e, hogy próbáljuk meg elkerülni azt, hogy titkok legyenek körülöttünk. És egy mobbingban is, amikor annak valaki a szenvedő alanya, ugye mondjuk a háta mögött beszélnek, vagy vannak olyan konfliktusok, olyan nehézségek, amit nem beszélnek meg egymással a munkavállalók. Tehát, hogy titkok vannak, és hogyha van egy nyílt kommunikáció alapvetően egy szervezetben, akkor az a nyílt kommunikáció hozzásegít ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy figyeljetek gyerekek, hagyjatok már békén, én egész egyszerűen csak dolgozni szeretnék és eltartani a családomat. Nekem semmi bajom nincs veletek, de hagyjatok ti is engem békén. De hogyha titkok vannak, bizonytalanság van, nem egyenes, akár a szervezet, nem egyértelműek, akár az utasítások, a szabályok, akkor hiába próbál meg esetleg kiállni saját magáért valaki a legeslegelején, nem biztos, hogy sikerülni fog, mert a környezet ezt nem teszi lehetővé. De alapvetően azért óriási felelősség van a munkahelyi vezetőn, tehát egy kis csoportnak a vezetőjén is, mert igazából a játékszabályokat, úgymond, azért ő alakítja ki. Tehát, hogy ne legyen ez a titkolózás, hogy valahogyan gátat vessen az egyébként bennünk lévő klikkesedésnek, amire mindenki hajlamos. Tehát, hogy ezt egy nagyon jól irányított kommunikációval, nem tudom, állandó értekezleteket, csapatépítéssel, bármivel tulajdonképpen kordában lehet tartani, nem? Igen, ezzel teljesen egyetértek. A vezetőnek rendkívül fontos szerepe van, ugye ahogyan szokták mondani, fejétől bűzlik a hal. Tehát, hogy ez ugyanígy igaz egy munkaszervezetre is, hogy a vezető meghatározza azt, hogy a szervezet hogyan működik, hogy milyen a kommunikációja, és ahhoz, hogy ez, ahogy a mobbing menjen, a mobbing működni tudjon, ahhoz valahol a vezetőnek a magatartásában is kell lenni olyan hibának, ami ezt lehetővé teszi. Ami lehet akár a hatalomvágy is, vagy akár az ő saját kisebbségi érzése, mert hogy ugye van ez a ismerjük, oszd meg és uralkodj, tehát hogy van, aki úgy érzi, hogy úgy tud uralkodni és úgy tud vezetni, hogyha az alsóbb szinteken ott szétesettség van valamennyire, vagy megosztottság van, és egymás ellen játsza ki a munkavállalókat. Tehát meghatározó az, hogy a vezető az egy határozott, önmagában biztos, kereteket biztosító, egyértelmű, következetes ember legyen. Hogyha valaki áldozata lesz a munkahelyi pszichoterrornak, ennek az úgynevezett mobbingnak, akkor meddig lehet kibírni ezt az aklatást? Tehát mennyi idő múlva fordul szakemberhez, pszichiáterhez? A praxisomban
Kifejezetten mobbing miatt eddig egy páciens volt, aki felkeresett. Nincs még benne annyira a köztudatban, hanem csak az, hogy hát akkor én gyenge vagyok, meg a többiek is azt mondják, hogy gyenge vagyok, és hogy ezt ki kell bírni. Meg el kell viselni, igen. És hogy el kell viselni, tehát nem tudok egy olyan időtartamot mondani, hogy általában mondjuk egy év után keresnek szakembert. Azt tudom mondani, hogy ez a páciens, aki kifejezetten emiatt keresett fel, vele ez több munkahelyen is előfordult, tehát az egyértelmű, hogy ő tipikusan egy áldozat volt, aki rendkívül sérülékeny volt, és ezt a környezet ezt jól tudta érzékelni, ő fél év után keresett meg ezzel a problémával, hogy őt a munkahelyén zaklatják. De akkor az ilyen típusú sajnos ki is provokálja a saját maga ellen a sorsot, tehát tulajdonképpen ezt, mintha élvezné is, hogy őt terrorizálják. Nem biztos, hogy a legjobb kifejezést használom, de ha te tipikus áldozat, akkor tulajdonképpen ez is vele jár, nem? Valahogy a viselkedésével magára hívja a figyelmet, hogy szóval, hogy felhívja tulajdonképpen a többieket maga ellen, hogy velem ezt meg lehet tenni. Természetesen nála is megvolt az az élettörténet, ami odáig vezetett, hogy ő egy áldozat legyen, akivel ezt a munkatársai megtehetik, nem csak egy helyen, hanem több munkahelyen is. Somogyi Andrea, a pszichiáter, a vendég, 2,5 perc múlva lesz 4:30. Nézzük most egy körképet Európából. Az egész kontinensen problémát jelent a mobbing, az egyes országok azonban igencsak eltérően lépnek fel a jelenséggel szemben. Németországban azért is kardinális kérdés a pszichoterror elleni küzdelem, mert nagyjából 1 millió dolgozót érintett közvetlenül. Van, ahol már olyan zöld számot is üzemeltetnek a hatóságok, ahol a munkahelyi pszichoterrorról lehet bejelentést tenni teljesen anonim módon. Sárközi Júlia jelentkezik Rómából, Orosz Márta pedig Berlinből tudósít. Keveset beszélnek róla, de gyakori jelenség Olaszországban is a munkai zaklatás, melyet sajnos egyelőre nem büntet törvény Itáliában, hiába az Európai Parlament 2001-es dokumentuma. A Római Parlament még nem lépett, így jelenleg a munkahelyi mobbing nem számít bűncselekménynek, és az áldozat legfeljebb polgári pert indíthat erkölcsi kártérítésért a munkahelyen elszenvedett terrorért. Munkahelyi mobbingról a 90-es évektől hallani Olaszországban, és azt, hogy komoly problémáról van szó, az bizonyítja, hogy 2001 óta, tehát az Európai Parlament kezdeményezésétől kezdve úgynevezett mobbing ellenes központok léteznek Olaszországban, melyeket a szakszervezetek és főleg a munkahelyi társadalombiztosítási intézetek működtetnek. Akit munkahelyi zaklatás, vagy ahogyan olaszul mondják, munkahelyi pszichológiai terror ér, az ezekhez a központokhoz fordulhat, ingyenes zöld számon is segítséget nyújtanak, pszichológusok, jogászok segítenek. Az Olasz Munkahelyi Balesetbiztosítási Intézet és a Római Sapienza Egyetemen létesített mobbingvizsgáló kutatócsoport adatai szerint Olaszországban 1,5 millió dolgozó szenved a mobbingtól, ez az aktív lakosság 4%-a. A számok alacsonyak valószínűleg azért, mivel kevesen kérnek segítséget, még kevesebben jelentik az eseteket, inkább hallgatnak és szűrnek állásuk elveszítésétől tartva. A mobbing 65%-a Észak-Olaszországban történik, több mint 60%-ban a magánfoglalkoztatási szférában. 52%-ban a nőket érinti a munkahelyi mobbing, a közalkalmazottak 70%-a érzi úgy, hogy munkája során legalább egyszer mobbing érte. Az áldozatok többsége 40-50 éves, a zaklatást elszenvedők többsége alacsony végzettségű, nincsen diplomája. A zaklatók 80%-a menedzserbeosztású főnök, férfi és nő egyaránt, és a mobbing, a zaklatás 40%-ban több mint 2 éven át tart. Ezek az olaszországi adatok, ami a megoldást illeti, az utóbbi 10 évben 110 esetben fordultak bírósághoz a mobbing áldozatai Itáliában, 12 ítélet született, a munkáltató vagy anyagi kártérítésben részesítette a sértett felet, vagy például visszahelyezte eredeti beosztásába, ha ettől megfosztották. Egy idei ítélet kimondta, hogy a mobbing nem hasonlítható a családi erőszakhoz, ugyanakkor az olasz közvéleményt megrázta annak a fiat munkásnőnek az esete, aki turnusvezetője folyamatosan megalázott kollégái előtt üvöltözött vele, és a lehető legrosszabb munkaidőbe hozták, szabta ki rá. A családi erőszak és a stalking, a magánéleti zaklatás nemrég vált bűncselekményi Olaszországban, de mobbingot büntető törvényre is várni kell még. Rendszeresen foglalkozik vele a német sajtó. A tévében állandóan hallani a munkahelyi pszichoterror áldozatainak tapasztalatait.
A mobbing, ahogyan ezt Németországban nevezik, bekerült a köztudatba, ez mégsem jelenti azt, hogy alább hagyott volna. A legfrissebb európai felmérés szerint a német állampolgárok 5%-a megtapasztalta már azt, hogy a kiközösítés és szisztematikus megalázás eszközeivel próbáltak megszabadulni tőle munkatársai. Német tanulmányok azt mutatják, nem lehet felállítani az áldozatok tipológiáját, mégis gyakran a 30 fölötti nőket érinti a jelenség, az esetek 50%-ában pedig a munkavállaló közvetlen főnöke is részt vesz a nyomásgyakorlásban, amit sajnos sok esetben nehéz mások előtt bizonyítani. Pedig a munkahelyi terror nem csak az alkalmazottaknak tesz rosszat, hanem magának a vállalatnak is. Az egyik német biztosítóház szerint egyénenként 10 000, de akár 50 000 euróba kerülhet a mobbing áldozatok kezelése. A legnagyobb baj azonban, hogy legtöbben nem fordulnak segítségért. Német pszichiáterek azt ajánlják a hosszantartó munkahelyi terror áldozatainak, vezessenek naplót a visszaélésekről, hogy bizonyítani tudják igazukat. Emellett pedig azt tanácsolják a német munkavállalóknak, vegyék fel a kapcsolatot az üzemi tanáccsal vagy a humán erőforrás vezetővel, de Stuttgartban például már 1997 óta működik az anonim mobbing telefon, ahonnan adott esetben az érintetteket szakmai vagy jogi tanácsadásra irányítják tovább. Jogi szempontból különben a munkahelyi terrort Németországban is nehéz megragadni. Ügyvédek gyakran figyelmeztetnek is arra, hogy nem minden munkahelyi konfliktus számít mobbingnak. Sárközi Júlia tudósított Rómából, Orosz Márta pedig Berlinből. 2 perccel elmúlt fél öt, nem sokára folytatjuk itt a stúdióban Somogyi Andrea pszichiáterrel. A munkahelyi pszichoterrorról beszélgetünk itt a Kossuth Rádióban, de itt az idő, hogy meghallgassuk a rövid híreket is. A szó Mátyus Katié. Most a közelről hallgatják itt a Kossuth Rádióban, a munkahelyi pszichoterrorról beszélgetünk, Somogyi Andrea pszichiáter a vendég. És a hírek előtt hallottuk ugye a két külföldi példát, Németország és Olaszország. A kettőben közös mind a kettőben, hogy nagyjából a nők érintettek. Németországban 5% már tapasztalta, akik hallgat. Most kezdjük rögtön azzal, hogy miért pont a nők, miért pont mi? Miért pont mi, mert érzékenyebbek vagyunk. Erre ezt érzékenyebbek, sérülékenyebbek, védtelenebbek. Egy nőt azt könnyebb megtámadni, mert hogy kisebb a valószínűség annak, hogy vissza fog vágni. Jobban megpróbáljuk valahogyan elsimítani az elején a konfliktusokat. De ilyenkor a többi nőtől kell elviselni a pszichoterrort, vagy a férfiaktól? Többi nőtől. Vagy a férfiaktól máshogy, más módszerekkel? A férfiaktól más módszerekkel, amit én legalábbis a pácienseimtől hallottam, mert hogy a meglévő pácienseim beszámolnak időnként arról, hogy ők a mobbingnak az áldozatai, és megpróbálják valahogyan kezelni ezeket a helyzeteket, a férfiak valahogyan másképpen csinálják. De hogy például, mit csinálnak? Durvábban, agresszívabban. A nők azok olyan kis finoman apró szurkálódásokkal, nem hívnak el ebédelni, nem visznek le kávézni, azt hallom, hogy össze mosolyognak a hátam mögött, úristen, rosszul rá rajtam a szoknya, vagy mit történt? Tehát inkább kiközösítik az illetőt, és a férfiak mondjuk, hogyha főnöki pozícióban vannak, akkor nem adnak oda bizonyos munkákat látványosan, azt mondják, hogy te úgysem tudod megcsinálni, vagy te kicsi vagy ehhez a feladathoz, ilyesmiket kell elképzelni? Igen, tehát hogy egy határozottabb, kvázi agresszívebb megnyilvánulás. A nők azok pedig ez az apró szurkálódás, amivel azért jól ki lehet készíteni áldozatot. De hol húzhatom meg a határ, amikor azt mondom, hogy van minden munkahelyen egy egészséges rivalizálás, akkor van mondjuk irigység, aminek azért vannak nagyon negatív megnyilvánulási formái is. Valaki például azt írja 06-39666-ra, hogy engem azért bántottak, mert magas pozícióba kerültem, oda, ahová mások vágytak. Ott húzható meg a határ, hogy hol nevezzük ezt mobbingnak, tehát az fontos, az egyik fontos ismérve, hogy ez tartósan fennáll. Tehát nem arról van szó, hogy 2 hétig utálják azt, hogy én lettem a főnök, hanem még fél évvel később is utálják, hogy én lettem a főnök, és minden módon megpróbálnak keresztbe tenni, nem teljesítik az utasításaimat, elmennek árulkodni rólam, vagy mindenféle, nagyon sokféle dolgot ki lehet találni. Tehát, hogyha huzamosan tartós ideig fennáll, és egy másik nagyon fontos kritérium, hogy az áldozat azt érzi, hogy ez már az ő életminőségét, munkateljesítményét, akár egészségi állapotát is rontja. Milyen betegségeket okozhat például?
Ha ezt egyáltalán meg lehet biztosan fogalmazni, hogy ez ettől nem, van. Biztosan nem tudjuk megfogalmazni, vagy nem fogalmazható meg, de az elején egészen biztos, hogy szorongásos állapot kialakulhat, feszültség. Amikor bemegy a munkahelyre, el kell rohanni, mert hasmenése lesz, tehát testi tünetekben is megnyilvánul, depresszió alakulhat ki, és sajnos ezeknek a belső feszültségeknek a hatására akár különböző egyéb testi betegségek is, amelyek nem csak átmenetiek már, hanem tartósak. A felmérések szerint, hogyha olyan környezetben dolgozunk, vagy olyan környezetben, munkahelyi környezetben kerülünk, ahol munkahelyi terror van, akkor nagyobb eséllyel gondolkodunk el azon, hogy szinte azonnal beadjuk a felmondásunkat. Ez ennyire letapogatható, ennyire érezhető, érzékelhető. És most ugye azért rögtön tegyük mellé, hogy nem abban a világban élünk, ahol mondjuk egy ilyen helyzetben, amikor egyszerűen csak rossz a hangulata a munkahelynek, azt mondhatjuk, hogy oké, felállok és eljövök, nem fog találni egy másik állást, vagy hát nem valószínű. Hát azt gondolom, hogy ugye, ahogyan szokták mondani, lakva lehet megismerni, tehát hogy néhány hét lakva lehet megismerni, tehát néhány hét után már lehet azt érzékelni, hogy ez egy olyan hely, ahol nagyon sok a furkálódás. És akkor akár akinek van erre lehetőség, az akár már próbaidő alatt azt tudja mondani, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Ja, annyira nehéz egyébként, amiről beszélünk, mert ha belegondolunk abba, hogy az életünknek mekkora részét töltjük el a munkahelyen, és hogy hányszor mondjuk azt, hogy tulajdonképpen az olyan már, mint hogyha hazamennénk, meg olyan, mint a család, de ilyen értelemben, hogyha ez ennyire hasonló ez a két helyzet, helyszín, a család és a munkahely, akkor ugyanúgy tudomásul kell vennünk, hogy ott is lesznek majd játszmák, ott is lesz majd egy csoportdinamika, ott is lesznek majd elvárások, ott is jön majd úgy be valaki dolgozni, hogy rossz napja van, és rajtunk vezeti le a feszültséget. Ezzel teljesen egyetértek, ez így van, az a különbség, hogy másnak, hogy meg kell próbálni arra törekedni, hogy más legyen az érzelmi bevonódás. Mert hogy a családunkban is vannak játszmák, meg vannak konfliktusok, meg feszültségek, de ott érzelmileg ott vagyunk benne a helyzetben, hiszen valójában az az életünk, a munkahely az a munkahely. Ott is lesznek játszmák, ott is lesznek feszültségek, és az érzelmeinket érinti, de meg kell próbálni távol tartani az érzéseinket ezektől a helyzetektől, és ahogyan már említettem, a nyílt kommunikáció az nagyon fontos, mert hogy akkor rend van, biztonság, és tudjuk azt, hogy mi mennyi, merre tartunk, ki mit gondol. Melyik konfliktus nehezebb elviselni, illetve melyik zaklatási formát? Amikor a főnökkel történik valami nézeteltérés, vagy amikor a kollégák között van ugyanez? Azt hiszem, hogy nem lehet súlyozni. Talán a főnöknél, a főnökkel hát kapcsolatban az lehet, hogy viszony. Kiszolgáltatott helyzetben vagyok, és hogy bármikor kirúghat. Hát igen, ott van egy függőségi viszony, lehet, hogy azt emiatt talán nehezebb elviselni, viszont a munkatársaktól, ott pedig velük dolgozom együtt, hogyha nem készíti elő az adatokat a számomra, akkor én nem tudom megcsinálni azt, amit nekem meg kell csinálni. Tehát valahol ott is van egy kiszolgáltatott helyzet. Azt hiszem, hogy azért a hierarchia miatt mégiscsak a főnöktől nehezebb ezt elviselni, de úgy egyébként a kettő nagyjából azonos súlyú lehet. Arról mesélt az előző fél órában, hogy akik elkerülnek önhöz, lehet, hogy nem is pont ezzel az okkal, hogy ők mobbing áldozatai, de aztán szépen lassan a beszélgetések vagy a terápia során kiderül, hogy ez is előfordult, és az áldozattípusok, ahogyan ön fogalmazott, ez gyógyítható, ebből ki lehet jönni valahogyan, vagy ilyenkor az ember csak egyik munkahely után megy a másik munkahelyre, és tulajdonképpen ugyanezt végig kell, hogy szenvedje. Egy nagyon rövid esetet szeretnék ehhez kapcsolódóan elmondani, hogy mi lehet a megoldás. Az egyik páciensem az egyik munkahelyén átélt mobbingnak az áldozata volt, és azt kell róla tudni, hogy ő 20 évvel ezelőtt külföldről terepült Magyarországra, szláv nyelvterületről, akcentussal beszéli a nyelvet, felnőtt gyerekei vannak, és egy olyan közegbe került, ahol fiatal lányok között volt, akik szinglik, egészen más az életük. Ugye neki az volt, hogy megyek haza gyerekeket ellátni, dolgozni, feladatomat elvégezni, és hát ugye sokkal jobban teljesített, mint a lányok. Úgyhogy ezek a lányok elkezdték őt piszkálni, furkálni, ami olyan szintig jutott el, hogy a már jó állapotban lévő, egyébként szorongásos betegsége az fellángolt, és hogy eljutott arra a döntésre, hogy ezt nem bírja. A vezetőhöz sajnos ott hiába fordult segítségért. Feszültség okot lehetett az is, hogy a cég az gazdaságilag nehéz helyzetben volt. Elment egy következő helyre, ahol szintén azért, mert hogy az akcentusa miatt, és azért, mert lehet látni, hogy ő egy idegen, jobban ki volt, tehát hogy egy nyilvánvalóbb célpontja a mobbingnak, ez ott is elindult, viszont itt már megbeszéltük, hogy akkor az elején, amikor észreveszi, forduljon a vezetőhöz, és összeszedte minden bátorságát, beszélt a főnökével, aki
megoldotta ezt a helyzetet, külön irodába ültette azoktól a munkatársaktól, akik őt piszkáltak, pletykálkodtak, kizárták a közösségből, és sikerült feloldani ezt a helyzetet. Tehát a megoldás az az volt, hogy ő is változtatott a magatartásán, mert segítséget kérte, ahogyan ezt fölismerte, és a vezető egy olyan személyiség volt, aki meg tudta oldani ezt a problémát. Somogyi Andrea pszichiátert hallották, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk, és válaszolt a kérdésekre, az SMS-eket is köszönöm. Másfél perc múlva lesz 3:45, most jön a Hangtár.